A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Beszélgetőtársam Pól Ákos, építőmérnök, közgazdász, statikus, vezető és projektirányító szakember, és az édesapja Pól Boglárkának, aki az év énekes nője lett. Hogyan fogadta, hogy a lehető ilyen sikert érte? Hát természetesen nagyon örültem neki. Én jó magam sajnos a zenéhez egyáltalán nem értek, tehát nekem a zenei műveltségem az egyelő a nullával, ahogy említetted is, én inkább reál beállítottságú vagyok mérnök, és hát mi a gyerekeinket már kezetektől fogva úgy neveltük, vagy az egyes számú általános iskolába úgy irattuk be a zenei osztályba, és ők már elsőtől tanultak zenét. És különösen azért örülök neki, mert Boginak egyelőre úgy tűnik, hogy ez a pálya, ami az irány, tehát őt nagyon vonz a színészvilág és a színészmesterség, úgyhogy középiskolába is hasonló irányultságba megy, igen, Nemes Nagy Ágnesbe, igen, úgyhogy biztosan hasznát veszi ennek a dolognak, tehát végtelenül büszke vagyok rá, és örülök. Úgyhogy szakmailag meg egyébként egyáltalán nem tudok hozzászólni. Legendás az, hogy nagyon sok orvos, például komoly zenerajongó, vagy éppen jazzrajongó. Neked hogy alakult a zenei szocializációd? Mire emlékszel? Miket hallgattál, vagy hallgattak otthon a szülők, és mi ment át a fejedbe? Én egy Baranya megyei kis, most már városba, Sején nőttem föl, és igazából ott nem nagyon volt lehetőség. Volt zenei osztály, de mivel én frissen költöztem akkor oda, még első előtt az iskolába, én nem abba kerültem, és maga a zenei képzés az kimaradt, és a környezetemben sem zenélt senki, és nagyon a zenei ízlésemet sem formálták a szüleim. Hát mondjuk apukám, ő a 60-as, 70-es évekbeli hazai rockzenét, Illés, stb. Omega, ilyesmiket hallgatott. Nekem alsós koromban meghatározta az ízlésemet a Modern Talking és a Neoton Familia, aztán utána egyre inkább Bonanza, Depeche Mode, ilyen zenéket hallgattunk, és akkor aztán Ákos rajongó vagy. Ákos rajongó, igen, a mai napig a név kötelez, sőt most már a lányaimmal is rendszeresen járunk Ákos koncertre. Hát nekem a nagy kedvenc az úgy a középiskolában a U2 lett, tehát sajnos Magyarországra igen, nem járnak, de én képes vagyok elmenni Katowice-től Zágrábig, vagy akár Bécsig, hogy egy koncertjükön részt tudjak venni. Azt még el tudom képzelni, hogy valaki építészmérnök szeretne lenni, mert kisfiúként látja a csodálatos épületeket, és ő is olyanokat akar. Építőmérnök miért lesz valaki? 5 éves lehettem, amikor nagyanyám megkérdezte, hogy kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? Akkor még egy vidéki kis faluban laktunk, Márokon, Villány mellett, ahol még az út is visszafordul, olyan zsákfalu, és kérdezte, hogy kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? És hát én rávágtam, hogy építészmérnök. Mai napig nem tudom, hogy honnan. Szerintem azt a szót sem mondtam ki előtte soha. A környezetemben sem volt mérnök, de még csak építkezés sem láttam, és akkor még National Geographic sem volt, sőt, még ugye hétfőn adásszünet volt a tévében. Úgyhogy nem tudom, hogy honnan jött, de a nagyanyám egy nagyon agódós asszony volt, és azt mondta, hogy kisfiam, ne legyél, az nagyon nagy felelősség. Mi lesz, ha összedől a ház? És én akkor így évekre eltemettem magamba ezt a szándékot, és valahogy úgy hozta az élet, hogy az általános iskola után egy építőipari szakközépbe kerültem, oda vettek föl Pécsre, és onnan kezdve elindult ez az építőipari pálya, és az egyetemre építészkarra jelentkeztem, de a rajzfelvételim az egy pont hiány nem lett meg. Egyébként az egy sláger szak a mai napig, nem? Tehát igen, oda keveset vesznek, és nagyon nagy a túljelentkezés. Így. Egyébként nekem felvételiznem nem kellett, mert országos tanulmányi versennyel max ponton volt, viszont rajzfelvételit kellett írni,
és ott ismerősök mondták is, hogy menjek be és reklamáljak, egy pontot megadnak, de akkor én már rájöttem, hogy a rajz az nem az erősségem, tehát valószínűleg nem lennék egy jó építész, tehát a kreativitás az sokkal több kell, hogy legyen. Ezért a kislányodva valamit átörökítettél a rajztudásodból? Igen, hát alapvetően nálunk Kemese a kreatív, tehát ő egyébként építész, a feleségem, és így kerültem az építőmérnöki karra, és nem bántam meg, én szeretem, és most tényleg olyan a szakmám, hogy statikával foglalkozom, akinek a felelőssége az, ha összedől. Tehát sajnos nagyanyám, akit Isten nyugosztálja, már nincs velünk, de hát az ő félelmei azok beigazolódtak, úgyhogy ő már nem élhette meg, hogy még amikor egyetemre jártam, azt akkor velünk volt. Nem tudom, akkor már nem csinált belőle gondot, vagy talán nem is emlékezett arra a gyerekkori intésre, de örülök, hogy az lettem, és én szeretem csinálni. Nagy felelősség, de szeretem. Mennyire korlátozódik a tervezőasztalra, tehát, vagy most már számítógépre, mennyit kell kijárni a terepre? Kijársz-e? Megnézed-e, hogy amit te megálmodsz, kiszámolj, mit azt megtervezel, az valóban hogyan valósul meg a gyakorlatban? Sokat járok ki, meg gyakran hívnak is, attól függ, hogy milyen bonyolult az építkezés meg a szerkezet. Szeretek kimenni, és szeretem azt is, hogy én ezt a szakmát úgy művelem most, hogy egy saját cégem van. Tehát a szakma mellett nagyon fontosak a pénzügyi, meg vezetői ismeretek, tulajdonságokat, amiket így nagyon szeretek ötvözni. Tehát valószínűleg csak magában a tervezés az irodában az nem elégítene ki, de így együtt, hogy meg kell szervezni kollégákkal, együtt megcsinálni, kimenni építkezésre, munkákat megszerezni, ez így együtt egy izgalmas kombináció számomra. Közgazdász végzettségedet is tudod kamatoztatni így van, és használni. Így van. Gordius díjat kaptál 2007-ben, ez mekkora elismerés a te szakmádon, hivatásodon belül? Ez egy nagy generál kivitelező cég, a Késznek egy belső díja. Annyit lehet tudni, hogy ugye a cégnél dolgozott az időtájt, és szerintem mostanság is 500 ember. És ez egy olyan díj, ami különösen örülök neki, hogy ezt a többi kolléga szavazta meg. Szakmai díj. Szakmai díj, igen. Tehát egy szavazáson úgy döntöttek, hogy abban az évben legyen ez a díj az enyém, és alapvetően annak ítélik oda, aki a leginnovatívabb volt a szakmájában, tehát aki legtöbbet tett azért, hogy előre lépjen a cég. Mennyit számít egy ilyen díj a szakmai előmeneteledet illetően? Ez 12 éve volt, hogy ezt a díjat megkaptad. Azóta annyit lehet olvasni rólad, hogy több hazai és külföldi nagy beruházás tervezésében részt vettél. Ez lendített ez az elismerés? Vajon? Lendített. Cégen belül mindenképpen. Tehát adott egy plusz elismerést. Az önértékelésnek adott egy pluszt, hogy hát hasznos munkát végzek, és ezzel talán még nagyobb lendületet kaptam. Most jelenleg mondjuk az, hogy kaptam egy ilyet, valószínűleg egy új projektnél sokat nem számít, tehát amikor tárgyalunk, de végül is, hogyha valaki mondjuk utánunk néz a cégnek, vagy amúgy nekem, biztos jól mutat, és valami pluszpontot talán jelent. Mennyi szabadidőd van? Tehát mennyit dolgozol, ezt is kérdezhetném, mert azt gondolná az ember, a laikus, csak amit felsoroltál, hogy komoly projektekben veszel részt, vezetőként, irányítóként, tervezőként, plusz 4 gyermeket nevelsz, plusz a pároddal, a feleségeddel együtt van egy vállalkozásotok, ez a cukrászda, aminek a teraszán most beszélgetünk. Mikor jut idő önmagadra? Ez egy nagyon tudatos dolog kell, hogy legyen. Tehát volt olyan időszak, amikor szinte 24 óra sem volt elég. De az elmúlt években, az elmúlt 4-5 évben nagyon sokat dolgoztam azon, hogy egyre több idő jusson a családra és magamra is. Ezt
csak úgy egyik napról a másikra nem lehet elérni, és nagyon sokat kell rajta tudatosan dolgozni. Tehát a cégemet is igyekszem úgy irányítani, hogy én nem szeretnék egy mindenható vezető lenni a cég élén, hanem én egy csapatban szeretnék azt dolgozni. Mondják, hogy a jó vezető megfelelő embereket vesz maga köré, akikbe megbízhat, és így van. Egy sor feladatot és munkát. Így van. Igyekszem, tehát a kollégáimnak is igyekszem minél több támogatást és önállóságot is adni. Fontos mindkettő, mert volt, amikor mondjuk az önállóságot talán túlzásba vittem, és mondjuk kicsit elmaradt a támogatás, akkor korrigálni kellett, akkor egy kicsit több támogatást. Tehát ez egy folyamatos iteráció, megpróbálgatás, amíg összeáll egy olyan rendszer, amikor már mondjuk nyugodtan el tudok menni szabadságra, és nem azon izgulok, hogy most akkor mi történik, meg nem csörög a telefonom ezt állandóan. Ezt kérdezni, ebben szabadságon vagy egy magadnak, vagy a gyerekeidnek elkülönített pár órában töltitek valahol az időt, fölveszed a telefont? Látod, hogy egy kolléga keres? Vagy beosztottad? Vagy vezetőtársad? Vagy tudsz függetlenedni? Tudok függetlenedni, sőt van, amikor kifejezetten múlt héten is pár napra elutaztunk a családdal, átirányítottam a telefonomat a kollégámra, és akinek nagyon fontos az, egy olyan kiskaput azért hagyok, hogyha valakinek valami életbe vágó, akkor küldjön egy SMS-t, de az esetek 99,9%-ában azt mondják, hogy semmi baj, ráér, ha visszajött. Olvastam, hogy és már beszéltünk is róla, család, barátok, sport és a jó borok. Ez jelenti számodra a kikapcsolódást, a szórakozást, a feltöltődést. Kicsit szétszálazzuk ezeket? Családról már volt szó, hogy mennyi időt. Barátokra hogy jut idő? Mikor tudsz velük találkozni? Hát a barátokra jutott talán a legkevesebb időm az elmúlt években. Van olyan barátom is, akit tudom, hogy sokáig keresett és szeretett volna időt tölteni velem, és folyamatosan én utasítottam el. Most kell felhívni. Igen. Igen, viszont ez nem azt jelenti, hogy örökre szeretném, hogy a kapcsolatunk véget érjen, hanem egyszerűen olyan időszakban voltam, amikor nem jutott rá idő. Ezt mondjuk nem feltétlenül mondtam akkor el neki, talán lehet, hogy egy kicsit meg is órolt rám, de ezt szeretném újraépíteni. Mert hát, ahogy mondtad, négy gyerek meg a cégek mellett sajnos a prioritási listán hátrébb csúsztak. És a sport az milyen szerepet játszik? Mennyi időd jut a testedzésre, és milyen sportág az, amit előnyben részesítesz? Éveken keresztül jártam focizni hetente kétszer-háromszor barátokkal, és egy 2,5 éve, vagy most már lassan 3 is történt egy baleset, eltört a bokám, ami egy egész komoly dolog lett a végén, mert több hónapon keresztül többször megműtötték, mert elfertőződött a serp, stb. És hát ennek köszönhetően úgy az elmúlt 2 évben nem sokat sportoltam, focizni azóta egyáltalán nem, meg egy 10 kilót fölisszettem, viszont egy 3 hónapja kezdtem el úgymond újra építeni magam, most egy konditerembe járok egy személyi edzővel együtt, és a cél az, hogy egy pár hónapon belül visszatérjek a focihoz is. Viszont úgy nem akartam elkezdeni, hogy így a semmiből berohanok a pályára, és egy következő sérüléssel jövök haza. Én mindig is vörösbor párti voltam. Villány, mert ahogy mondtam, én ott nőttem föl egy kis faluban, sőt Villányban volt szőlőnk is, ami akkoriban ugye a rendszerváltás környékén igazából nagy értéket nem képviselt, úgyhogy egy pár év múlva el is adták a nagyszüleim, de én nagyon sokat játszottam gyerekkoromban a szülősorok között, amíg ők dolgoztak, meg születeltek, és a vörösbor az, amit én éveken keresztül nagyon, vagy azt részesítettem elő, de azon belül száraz vörös, azon belül is inkább a villányiak, viszont egy pár éve rájöttem, részt vettem egy bor tanfolyamon, és rájöttem, hogy a fehér borok is nagyon jók. És talán most több fehér bort iszom, mint vöröset.
pláne ilyen nyári időszakban. Szó volt már a szülőhelyedről, Selye, hol laktál gyerekkorodban, Villány közeléről, de most Budaörsön beszélgetünk, itt élsz. Mennyire tartod magad lokálpatriótának, budaörsinek? Ugye nem tudom, hogy itt még érvényes-e az, hogy az ember, aki nem itt született, az gyűjtment egy ideig. Te mennyire érzed magad már budaörsi polgárnak? Amennyire ez alatt a 8-9 év alatt, mióta ide költöztünk, lehet érezni, annyira maximálisan. Tehát nagyon jól fogadtak minket, amikor ide költöztünk. Köszönhető a cukrászdának. Ugye nekünk akkor itt... Beédesgettétek a helyieket. Igen. Meg hát ugye megvettük ezt a romos épületet, akkor felújítottuk. Ezáltal nagyon sok emberrel kerültünk kapcsolatba, és úgy a városvezetés részéről, meg akik itt úgymond nyüzsögnek a városban, szinte mindenkivel valamilyen módon kapcsolatba kerültünk, vagy betért hozzánk, és ezáltal viszonylag gyorsan sok embert megismertünk, és nagyon jó volt, hogy mindenki segítőkész volt. Tehát én soha nem éreztem azt. Persze mindig vannak azért irigyek, vagy akár rossz szándékúak, de alapvetően az volt az érzésem, hogy mindig mindenki támogatta ezt a helyet, meg ezt a vállalkozást. Úgyhogy ez amúgy nagyon jól esett, meg hát a gyerekeink ide jártak óvodába, iskolába, ugye rajtuk keresztül is sok embert megismertünk, tehát mi nagyon, nagyon otthon érezzük magunkat itt Budaörsön, és örülünk, hogy Budaörs mellett döntöttünk. Ahhoz, hogy harmóniában legyek magammal, ez is egy tudatos dolog kell, hogy legyen, vagy szintén olyan, mint a munkaidő megszervezése, hogy egyik napról a másikra nem lehet eldönteni, hogy na, holnaptól minden szuper lesz, minden jó lesz. Ehhez nagyon sokat kell, egyre többet. Tehát én mérnökként korábban nagyon hittem a számokban, meg a matekban, az Excelekben, meg ilyesmi. Az elmúlt években egyre többet hallgatok a megérzéseimre, az érzéseimre. Ez sokat segít, sokat olvastam, és sok ilyen önfejlesztő képzésre is jártam. És azt gondolom, hogy most már eljutottam oda, hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy az életem minden területe alapvetően rendben van. Persze megoldandó problémák, nehézségek mindig vannak, de nagyon sokat dolgoztunk azon MSZ-vel is, hogy úgy alakítsuk az életünket, hogy jól érezzük magunkat benne. Tehát nem hagytuk magunkat sok esetben elsodorni az élet által, hanem sokszor a nehezebb utat választottuk, de ezt azért, hogy a végén azt tudjuk mondani, hogy az életünk kerek. Tehát igazából semmire nincs panaszom, és a legfontosabb az, hogy tényleg van egy szuper családom, 4 szuper gyerekkel, úgyhogy azt hiszem, hogy az elmúlt években most már, mióta eljöttem a Kéztől, amiről beszéltünk is, ahol ezt a díjat kaptam, most már 10 éve, én azóta a döntéseimet mindig az alapján hozom meg, hogy a családomnak és nekem mi a legjobb. Utána jön minden más. Hol másút, mint a Suhajda cukrászda teraszán beszélgetek Szent Andrási Szabó MSZ-vel, a cukrászda tulajdonosával, aki egyébként építész. Gondolom, hogy beleástad magad, mielőtt tulajdonos lettél, egy kicsit ennek a cukrászda hálózatnak, ha lehet ezt mondani, a történetével, ugye 1910-ben egy Suhajda József nevű ősöd indította ezt a folyamatot méghozzá Szegeden. Mit tudsz az előzményekről? Maga a cukrászda itt élet újjá, mert volt egy 40 év szünet. Ugye 10-ben indult Szegeden, 14-ben már Vialák kiállításon díjakat nyert, és 51-ben államosították a céget, tehát akkor is sok hasonló céggel együtt ez is bezárásra került. Szegedről fölköltözött Budapestre a 20-as években, és ott indított a akkor 5. kerület és Csáky utca, most már 13. kerület és Hegedűs Gyula utca, tehát bár az épület ugyanott maradt.
akkor ott egy olyan üzemet csinált már, ami nem is annyira cukrászda volt, mint inkább csokoládé műhely, és szállított éttermekbe, színházakba főleg, meg több országba is. Volt egy próbálkozás a külföldön is, Bécsbe, ahol a testvére indított egy üzemet, csak az elmulatta az egészet, úgyhogy az jó így nem... Magyar, jó magyar úri szokás szerint elmulatta. És előtte vett egy nagy telket, hogy fejleszen, és mivel azzal a telekkel együtt már átkerült abba a besorozásba, ami már nagy üzem, úgyhogy fogta az egészet az állam, aztán államosította, és igazából tönkre vágta. Tehát ott már nem is ment utána semmilyen termelés, hanem tudom, hazavittek, amit lehetett. Mi aztán. Ahogy szokták, zabráltak, így van. Igen. A rendszerváltás hozott-e fordulatot? Nem, akkor igazából ugye a család mással is foglalkozott. A Józsi bácsi felesége nem nagyon szerette volna nagymamámra ráhagyni. Neki ugyan voltak gyerekei, de volt beteg gyereke, kettő is, tehát akikre nem lehetett hagyni az üzletet. A nagymamám meg, mint árva gyerek, akit a nagybácsi magához vett, a felesége meg féltékeny volt rá, úgyhogy a nagymama érezte, hogy nem biztos, hogy lesz neki sokáig helye, úgyhogy ő már párhuzamosan a minisztériumban dolgozott, és ő aztán ott is maradt. Az édesapámék meg más pályára mentek, úgyhogy ez így szünetelt is ez az egész, inkább csak így a otthoni konyhában maradt életben a cukrászdának a hagyománya. A nagymama nagyon sokat sütött otthon, tehát az, hogy ha elmentünk oda vendégségbe, ott mindig volt sütemény, de legtöbbször inkább szájhagyomány, inkább csak a történetekben maradt életbe, és ez az, ami felkeltette az én érdeklődésemet is. Amikor az egyetemre jártam, akkor én ott elmentem dolgozni, mert vidéken voltam, valami kis zseppényt szerezni, úgyhogy akkor én egy cukrászdába elmentem, ugyan pultosnak, mert semmi képzettségem nem volt egy máshoz. Diákmunkaként, igen. És akkor kezdte el a nagymama mesélni, hogy mit tanultam, mert régen ez volt, és akkor keltette fel igazából az érdeklődésemet ez az egész cukrászat, hogy ezért az egy milyen szép, meg egy milyen története maradt a családnak így igazából, vagy veszett el, vagy lopták el, inkább egy kicsit ilyen érzésem volt. Mindig bennem volt, majd ha egyszer nagy leszek, milyen jó lenne ezt újra éleszteni. És amikor a gyerekekkel voltam gyesen, akkor volt az építőiparnak egy olyan hullámvölgye, hogy az én munkahelyem is megszűnt, ugye nem nagyon voltak. Pécsen végeztem, mint építészmérnök, és ebben is helyezkedtem el utána. Tehát én mérnökként is dolgoztam egy cégnél, nagyon szerettem is csinálni. Az a hely, ahol dolgoztam, ott főként ilyen társasházak voltak, belvárosi felújítások, tehát ilyen épületeknek, a tetőterének a beépítése és ezzel együtt azoknak a felújítása, de emellett ilyen nagyobb építészirodákba dolgoztunk be, ilyen bedolgozó tervezőként. Szeretted csinálni? Nagyon. Nagyon. Igazából nehéz megmondani, hogy melyiket szeretem jobban, mert eleinte a sütés volt a hobbi, most egy kicsit az építészet az, ami így hátra ragadt. Még mindig mind a kettővel foglalkozol, tehát párhuzamos életeket élsz már, ami a szakmát illeti. Most már az építészet az ritkább, tehát most már csak inkább ilyen tényleg barátoknak maradt meg ez az egész, hogy ilyen kisebb családi házak, tehát olyan sok időm nem marad így a gyerekek, meg az üzletvezetés, meg minden mellett, hogy ott teljes emberként tudjak helytállni. Térjünk vissza oda, hogy mi előzte meg azt, hogy 2012-ben itt Budaörsön újraindulhatott a Suhajda cukrászda? Sokáig kerestünk olyan épületet, eleinte a 11. kerületben, de mivel Budaörsre költöztünk, akkor bár párszor elmentem ez az épület mellett, egy kedves ismerős ajánlotta, hogy nézem meg, mert szerinte megtalálta azt, amire én gondolok. Mit kell tudni erről az épületről? Mi volt ez azelőtt, mielőtt ti birtokba vettétek? 1848-ban épült, legalábbis a homlokzatán az van. Présházként működött, utána sokáig, ahogy itt a környékbeliek mondták, ilyen barack átvevő hely volt. Amikor mi megvettük, akkor egy nagyon-nagyon leromlott
romos állapotban lévő ilyen lomtár volt. Tehát minden volt benne, az oldalkocsis motortól a 80-as évekbeli étkészletéig, a szemétig, minden. És akkor, hát az egy ilyen nagy kihívás volt ezt így felújítani és helyrehozni. Építőszemmel, amikor ajánlották és ránéztél, benéztél, de rögtön beleláttad a mai cukrászdát? Én nekem igen, tehát nekem egyből szerelem volt, amikor így, tehát egyből láttam benne a lehetőségeket, ugye, ami segített abba, hogy el tudjam, egy ilyen romos épületből én láttam azt, hogy mit lehet belőle kihozni. Sok átalakítást kellett már belülről, vagy mennyire volt műemléki, mert egy ránézésre simán műemléki. Helyvédett épület, tehát ez okozott nehézséget, nem kicsit. Mert ilyen bürokratikus nehézséget. Bürokratikus nehézséget. Mondjuk az önkormányzat meg a főépítészasszony az támogatta, és így örültek is, tehát a terzsűriben nagyon lelkesek voltak, hogy azért jó dolog, hogyha egy ilyen épületet valaki megment. Inkább a bürokráciánál volt az engedélyezéseknél, hogy nem engedték, hogy a tetőt felújítsuk, de kényszerített, tehát köteleztek rá, hogy felújítsuk, de nem engedték, hogy hozzányúljunk. És ezt így egy mondatban, ez úgy nehéz volt, úgyhogy meg is büntettek, amikor ugye elbontottuk, de hát olyan állapotban volt a fedélszék, hogy muszáj volt. Meg a falaknak az állapota, ugye szigetelni kellett. Mesélj a megnyitóról, légy szíves, tehát aki nem volt jelen, vagy nem olvasott róla. Nagyon jó érzés volt. Részben azért, mert akkor a 102 éves nagymamám is részt tudott venni a megnyitón, aki ugye még dolgozott az eredeti cégnél, és akkor valahol egy olyan érzés volt bennem, hogy sikerült nekem visszaadni neki azt, amit úgy elvettek tőle, tehát hogy ez egy ilyen kis kárpótlásként élhette meg, és nagyon örült. Ugye a polgármester is itt volt a megnyitón. Nagy váltás volt azért, teljesen más a vendéglátás, mint egy mérnöki munka. Tehát mások az időkeretek, tehát a építészként ugye sokkal hosszabb ideje van az embernek valamit megtervezni, meg elkészíteni, itt meg a mindennap határidő és mindennap leadás. Tehát ez ami furcsa volt, ugye ami jó az, hogy sokkal hamarabb érkezik visszajelzés is. Eleinte sokan bejöttek, azt hitték, hogy kocsma nyílt, akkor, de hát pince. Hát mondom, igen, pince, de hát nincs egy kis bor. Hát nincsen, de a pincébe sincs. Hát a pincébe sincs. Úgyhogy volt egy pár, aki így csalódottan távozott, de hamar megtaláltuk azt a vendégkörünket, akit mi szeretünk volna megcélozni, és kifejezetten azt az ideológiát továbbvinni, ami 100 évvel előtte is volt, hogy jó, csak jó volt. Tehát az, hogy csak minőségi alapanyagokkal dolgozunk, nem használunk mesterséges aromákat, anyagokat, ízesítőket, térfogatnevelőket, tehát hogy tényleg mindenki azt kapja, amit kér és ami benne van. Ami főként azt vettem észre, hogy ahogy így viszonylag sok az óvoda, meg így a családos körülöttünk, tehát hogy ez most már az anyukáknak fontos, hogy a gyerekek is mit esznek. Tehát, hogy jó helyen van ez a forgalom szempontjából, vagy bekerült már annyira a köztudatba, hogy aki egyébként eddig csak Budaörs fő útján közlekedett végig, az nem tudom, hogy a táblát láttam én kint, észrevette, betért, és aztán visszajött, ide szokott, tehát... Lassabb folyamat volt sokkal. Valószínűleg gyorsabban ment volna, hogyha a főúton vagyunk, viszont azért mégiscsak könnyebb parkolni, meg az emberek nagy része kocsival közlekedik, tehát onnantól kezdve végig is teljesen mindegy, hogy melyik utcába kanyarodik be, hogyha nem gyalog megy. Mennyi időt betelt, és mennyire kellett azt a részét megtanulnod, ami ennek a pénzügyi, gazdasági, szervezési, logisztikai, stb. Hiszen azért ez egy teljesen új munkakör, egy új szakma az építészethez képest. Egy évben biztos beletelt, mondjuk a pénzügyi részében ott azért a férjem nagyon sokat segített, tehát hogy ő azért egy sokkal gazdaságibb ember, mint én vagyok, és akkor én inkább a termékekkel szerettem foglalkozni, tehát hogy engem így ez a része, ez nem is annyira vonzott, és sokkal inkább csak az, hogy az a termék, amit kiadunk, az olyan minőségben legyenek újdonságok, megtalálni mi az, amit az emberek várnak,
ami nehéz is volt részben, mert valahol úgy gondolom, hogy ennek a gasztronómiának a kultúrája ez elveszett a 40 év alatt. Tehát az, hogy a cukrászdáknak a 80%-a 10 évvel ezelőtt még erősen a műdolgokra ment rá. Tehát valami gyorsan, olcsó, legyen édes, és akkor végül is mindennek ugyanolyan íze van, menjen. És nem is nagyon ismertek az emberek azt, hogy lehet mást is. Ugye volt egyrészt az a házi sütemény, amiket otthon készítettek a nagymamák, a másik meg az, amit a cukrászdai süteményeknek egy ilyen rossz tartalma volt, hogy hát azok bizony csak cukros, meg mindenféle, tudja fene mi van benne. És valahol ez a szakmának a felelőssége az, hogy megtanítsa az embereknek, és ezt szeretik is, hogy nem annyira édes, sokkal inkább érzik az ízeket úgy, hogyha nincsen túl cukrozva valami, akkor sokkal jobban meg lehet különböztetni az epret meg a málnát, ha nem csak azt érzi az ember, hogy édes. Tehát ez volt a nehéz ezt felvállalni, és... Honnan tartott termelőket tartani. Például? Tehát mondtad, hogy az alapanyagok kiválasztása rendkívül fontos. Tehát az, hogy milyen termelőktől veszitek át a gyümölcsöt, tehát a tejet adott esetben, ez mennyi időt vett igénybe? Honnan tudtad, hogy ki az jó őstermelő, aki jó minőségű gyümölcsöt hoz, vagy egyéb alapanyag? Hát ez próbálkozás, sokszor futottunk mellé, próbálkoztunk sok helyről, ugye, a nagy kereknél is megvan az, hogy ott is meg lehet kapni az olcsó margarintól a drága vajig. A gyümölcsöknél, hát az meg sokszor próba szerencse, tehát az, hogy az, akitől vesszük a gyümölcsöt, az éppen milyen. De hát azt is befolyásolja az időjárást, meg mindent, tehát hogy itt is valahol szerencse kérdése, de például a fagyinál nagyon sokan mondják, hogy muszáj valami mesterséges plusz belerakni, hogy mindig ugyanolyan legyen az eperfagyi íze. Én bevállalom, hogy nem mindig ugyanolyan, mert az epertől függ, és inkább legyen kevésbé rózsaszín, meg kevésbé rikító, de annyira lesz az eperfagyinak eperíze, amennyire az epernek van. Hát a fejlesztések nagy része az rajtam van, de ki szoktam kérni a többiek véleményét, és vannak olyan cukrászok, akiknek kifejezetten jó ötleteik vannak, és szívesen meghallgatom. Tehát én el is várom azt az alkalmazottaimtól, hogy ilyenben partnerek legyenek, hogy ha van valami jó ötletük, van valami, akár egy valamilyen sütiről, vagy valami formáról jut eszükbe valami, vagy valamilyen gyümölcsöt, hogyha kapok, tehát hogy ebben úgy partnerek, hogyha most sikerült nagyon szép áfonyát venni, akkor valami áfonyás sütit csináljunk, és akkor, ha nekik van jó ötletük, van olyan, aki meg szokott lepni, hogy kitaláltam valamit, most a fagyinál van egy olyan kolléganő, akinek nagyon jó ötletei szoktak lenni, és akkor mindig mondja, hogy ezt találtam ki, mit szólsz hozzá, és akkor igazából ő nála már annyira szabad kéz van, hogy ő azt megalkotja, akkor megkóstoljuk, én is, többiek is, és akkor mondjuk, hogy jó, vagy valamit változtatni kell. Tehát ez egy csapatmunka, nagyon fontos, hogy itt csapatban dolgozzon mindenki minden szempontból, mert nem lehet egyik részét sem úgy kivenni, hogy most csak a fagyi a fontos, vagy csak a süti a fontos, vagy csak a csoki, hanem hogy ez így együtt kell, hogy tudjon működni, és nekik is. Ez nehéz. Azért van egy szakmai ártalom benned, hogy bárhol jársz a világban, a cukrászdába bemész, és kicsit összehasonlítasz? Mindig. De hát ez alap is, mert tanulni is sokat lehet ilyenkor, akár azt, hogy igen, akár azt, hogy nem. Szabad valamit csinálni, és ez a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Tehát amikor lehetőségem van, akkor főként Franciaországban az, ami meg a franciák, akiktől muszáj tanulni. Tehát messze ők viszik az élvonalat, meg a trendet, ők vezetik, hogy merre megy a dolog.
Nagy családos anyuka vagy, ez már így részben el is hangzott. Hány gyermek édesanyja? Négy gyermek édesanyja, egy sikeres férjel az oldaladon, lehet ezt mondani. Mennyit ad hozzá a család ahhoz, hogy ezt a, ahogy te is említetted, a napi pörgéssel, stresszel, odafigyeléssel, szervezéssel, előkészítéssel, ellenőrzéssel járó munkát folyamatosan tud végezni? Tehát hogyan töltődsz fel, és ebben a családnak mekkora szerepe van? Hát a feltöltődésben a gyereke, és a lemerítésben is, de a lelki feltöltődésben ott hatalmas szerepük van. Tehát az, hogy vannak, az, hogy ezt tudom csinálni, abban a családnak is nagy szerepe van, anyukámnak, hogy ő tudja a gyerekeket addig koordinálni, amíg nekem munkám van. Sokszor igyekszem azt, hogy inkább amikor már lefektettem őket, akkor este jövök be, de ez se lehet hosszú távon sokat csinálni, hogy minden éjszaka dolgozik az ember, de hát nélkülük nem is biztos, hogy lehetne. Meg van olyan a középső lányom, aki kifejezetten szereti is, bejön szívesen segíteni, érdeklődik, tehát akinek ez úgy látom, hogy hasonló szerelem, mint nekem. Boglárka lányod ezzel szemben az év énekese, és művészi pályára készül. Mit gondolsz erről? Más lenne a válaszom, hogyha másik lányom indulna erre a pályára. Tehát a Bogi az egy annyira eltökélt, határozott valaki, hogy sokkal inkább lenne ő hatással erre a világra, és szabályozná rendben, mint fordítva. Tehát ő, én úgy gondolom, hogy ő eléggé erős, kevésbé bohém alkat. Viszont már, hát nem tudom, 3 éves kora óta, amikor pici volt, akkor voltak olyan dolgai, hogy írt egy kis színdarabot, azt a barátai között kiosztotta, megrendezte, iratott meghívókat a szülőknek, akkor itt meghívtuk a szülőket, és itt a cukrászdában az emeleten ő így a díszlettel, rendezéssel, szöveggel együtt megrendezte a maga kis részét pici kora óta. Sose gondoltam volna, hogy színész lesz a gyerekem, mielőtt lett volna, de valahogy őt mindenképpen valami hasonló. Tehát a színház az a világ, amiben úgy igazán jól érzi magát, és tetszik neki. Szeretitek pároddal együtt a művészeteket, a kultúrát, mert a feltöltődésnek nem csak a család, hanem ez is a része, vagy éppen az utazás. Ilyen tekintetben honnan merítkezel? Színházban nagyon szeretünk járni. Gyerekekkel is olyan fontos az, hogy ők is megismerjék, és ugye mivel Boginak ez az élete, meg a hobbija, ezért ez könnyű is az, hogy vele is menjünk ugye komoly darabokra is, meg a mai könnyedebb előadásokra is, akár a helyi színházba, akár be a városba. 102 év múlva lesz a Suhajd a cukrászda, akár itt Budaörsön, akár máshogy is. Ez a gyerekeken is múlik, hogy ők milyen szakmát választanak maguknak, hogy ez akár összeegyeztethető-e a választott szakmájukkal, hogy ezt tovább vigyék, vagy az unokák fogják továbbvinni, ez már az ő döntésük lesz.